Hát te hogy kerülsz be, mi? Na, kifelé. Megmondtam, hogy kifelé. Mozgás, mozgás. Na, mi újság van veletek? Meséljetek. Zsófi, kezd el te. Hát én köszönöm, nagyon jól vagyok. Látszik egyébként rajtad. És én nagyon kedvelem őt. Jó. Ez még a meglepetés része lesz. Először magadról mesélj, Zsófi, de hogyha ezt jól meséljük, akkor hozok neked vagy gyümölcsöt, vagy pedig egy kis üdítőt. Mit kérsz? Én köszönöm szépen, most nem kérek semmit. De nyugodtan, Dani, kis narancslevet. Szőlőt kérek szépen. Szőlőt? Réga, tudod, már meg se kérdeztem. Én nem kérek. Tessék, parancsoljatok. Köszönöm, itt is hagyhatod meg. Jó, hagyom én csak. Na, lehetsőtek meg, akkor szétgulva. Na, szóval... Hát én most 11 éves vagyok, és én még sosem voltam tévében, élőadásban. De nem izgulsz. Úgyhogy most izgulsz. De nem izgulsz. Nem izgulsz. Kell, hát egy jót beszélgetünk. Én igen. Jó. És milyen iskolai suliba jársz? A Városligetibe. És minek készülsz? Én a gyerekpszichológus szeretnék lenni. Mert most tudod. Jé. Igen. És ez honnan jött ez az ötlet? Hát onnan jött, hogy úgy rájöttem, hogy, hogy én szeretek gyerekekkel beszélgetni, meg felnőttekkel is, de gyerekekkel még inkább. Na jó, de hát te is gyerek vagy. Hát jó, de hát majd ha felnőtt leszek, akkor majd még inkább szeretni fog. Szóval imádod a gyerekeket? Nem a gyerekeket, hanem beszélgetni velük. Ja, beszélgetni velük. És Dani, te? Ezt tudjuk, hogy szerepelsz, jól szerepelsz, zenélsz. Ez előbb ugye az ismeretlen. Szereted a szőlőt, most már új információ. Nem azért értem, hogy... Azért mondjuk, hogy az ismeretlen ismerős című filmből vagy. Természetesen, hát nem, láttuk azt a részletet, hogy milyen kis fiú volt, megnőtt. 10 éve volt? Igen, ha jól szám, 8 éve. Hogy múlik ez idő? És te mit csinálsz most? Most én a Deleki Blanka Gimnázium 11. osztályos tanulója vagyok, magyarul harmadikos. És tervek, hogy zene, film, egyenes adás. Ott van picikébe. Az én vagyok. Ja, ez te vagy. Ez te vagy? Gyerek. Ez a Dani. Neved ez Dani. A Dani? Igen. Hát igen. Na azért konferáljuk, hogy mit látunk éppen. A Dani éppen tanulja. Csoki teszel, vagy? Nem az itt a mikrofon. Mit énekelsz? Ez az ismeretlen ismerősnek az egyik betétel. Jaj, de pici. Nagyon aranyos voltál. Már most aranyos, hogy most nem vagy aranyos. Azt én mondom, hogy nagyon aranyos, nem. Köszönöm. Te Zsófinak. Zsófi, te is énekelgetsz ám. Igen, de hát én inkább úgy, mint egy részeg disznó. De hát... Részeg disznó? Na, úgy értve, hogy akkor néha, kész egy poharat esetleg. Néha beleordibálok úgy, de nem komoly. Na, azért ne, szerintem tudsz te énekelni, énekel, ugye? Énekelj, szíves. Na, de nem is akármit, hiszen ma ünneplünk valakit, igen, aki a meglepetés tárgya lesz, hiszen tudjuk, hogy milyen nap van ma, amit nem akarunk most még elárulni. Úgyhogy énekelj! Köszöntünk valakit, akinek te most énekelni fogsz egy nótát. Jó, most kezdjem el. Most kezd el, persze. Jó. Jó, visszarakod, köszönjük. Na, figyelünk. Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Másként kelt fel reggel a nap, és másként járt a hold. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, és ajándékul fogad el vidám kis dalunk. Hogy boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Tavasz után eljön a nyár, és ősz után a tél. És minden évben eljön a nap, amikor születtél. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, és ajándékul fogad el vidám kis dalunk. Hogy boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Ilyen. Bravo, Zsófi, nagyon szép hangod, látom, hogy van. Szóval, hogy ismerkedtetek meg vele? Ő vele. Telefon. Telefon? Nem, én Dani vagyok. De én na nem. Jó, rendben van, de mintha valami telefonzúgással lenne, de én rosszul vagyok lehet. Valaki van a telefonnál? Halló! Halló! Halló, halló! Halló, itt vagyok! Csókolom! Szia! Na, ki van a vonalban? Ki van a vonalban? Darikám, te dörmössz ott! Jól gondolom? Szerintem ez a Jutka. Igen. Igen.
Mit tetszett szólni a dalhoz? Fantasztikus az a Zsófi volt? Igen. Hát Zsófikám, gratulálok, gyönyörű volt. Nagyon szépen köszönöm. Szeretettel köszönjük születésnapi alkalmából. Igen. Köszönöm szépen. Ajaj, abszolút meg vagyok 60. Pont most akarjuk feleleveníteni az emlékeket, hogy Dani filmforgatás. De az még szerintem nem hangzott el, hogy a telefonvonalban Halász Judit van. Hát ez mindenki tudta már. És az napját ünnepeljük, de a nézők szerintem nem hallottak, mert nem mondtuk ki a nevét még. Ez igaz, de a nótából biztos mindenki rájött, és azt szeretném megkérdezni először Halász Judittól, hogy Danival milyen volt a kapcsolat a filmforgatás közben, illetve milyen partner volt? A Dani fantasztikus partner volt, egész hihetetlenül jó színésznek bizonyult, dacára a rövid korát. Hány éves voltál, Dani? 8? Igen, 8, 7-8. 7-8, igen. Fantasztikusan tehetséges színész volt, és mindenki kérdezte, hogy mi lesz ez, ha nagy lesz, és hogy csodálkozott rajta mindenki, hogy a Dani soha nem mondta azt, hogy színész lesz. Dani, mit szólsz ez? Ilyen tehetséges gyerekkel ritkán találkozik az ember, ez az igaz. Dani, mit szólsz ez? Irulsz, pirulsz? Hát, én nem akarom megcáfolni azt, amit mondott, szóval hát biztos igaza van. Nem, hát nagyon szépen köszönöm, de szerintem... Dani, hát ez tény! Hát te is láttad magad aztán a moziban, hogy nagyon-nagyon jó voltál, és nagyon... Hát másképp kellett instruálni nyilván, mint a színészeket, de hát azt nem én tettem, hanem a rendező. De partnernek tökéletes volt, tehát szóval mint bármelyik jó színész kollega. Sőt, annál még egy kicsit jobban, mert érzékenyebb volt, mint a felnőtt színészek. Hát köszönöm szépen. Na most ezeket a szépeket nem a mostani, szóval most is klassz vagyok. Ezt nyugodtan viselheted, mert hát ez a gyerekkorosbeli Dani volt. Na, aki nyilván most is vagy, valahol a mélyben, de azért az jó érzés, hogy az ember megnézi magát, és nem kell szégyenkeznie azért, amit csinált, nem? Persze, persze. De Zsófi, te is ismered Juditot személyesen. Igen, mert... Na, mesélj róla. Mert az történt, hogy egyszer, azt hiszem, hogy pont március 15-én a Jutkának volt egy ilyen fellépése, és azt kérte a Danitól, hogy énekelje el vele ezt a dalt. Dani, miért somolyogsz, nem már sejtesz valamit? Nem nagyon tudok énekelni most már valamit. De nem azért nem volt, hanem hát a Dani már egyáltalán nem úgy nézett ki, mint az ismeretlen ismerősben. Én 5 pár centi. És szóval már nem is hasonlított, és ezért megkért engem, hogy hát akkor én énekeljek, mert hát a Dani már nem is olyan már egyáltalán. Igen, és jó sikerült? Hát igen, végül is, hát playbackre énekeltem, az igaz. A hang az a Dani-é volt, de a Zsófi tökéletesen utánozta a Danit, illetve ő maga a magáét. Hát csak azért volt sikerül az ilyen. A Dani hangja volt, de amit a Zsófi csinált, az remek volt. Na, szóval akkor megegyezhetünk abban, hogy a Szabó gyerekek kiválóan teljesítettek eddig, ugye? Igen, itt van. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy vetetszett jelentkezni, és még egyszer boldog születésnapot kívánok a László Juditnak. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek, ha lehet még ezt mondani, sok puszit is küldök. Köszönjük szépen, mi meg köszönjük, hogy bejöttetek a stúdióba, és elbeszélgettünk erről. Mindenkinek boldog születésnapot kívánunk, aki ezen a napon ünnepli. Akkor most elmondjuk, hogy mi lesz az elkövetkezendőkben. Először is elmaradhatatlan Willy fog, 80 nap alatt a föld körül. Kedvenc rajzfilmünk. Igen. Aztán játszani fogunk, ahogy tegnap is, ma is puzzle lesz. És természetesen, mi másról lehetne szó a...